Vízi madarak a kiszáradt mederben. Így nézett ki évekig a rétközi tó, mielőtt megkezdődtek volna a rekonstrukciós munkálatok a több mint 1 milliárd forintnyi Európai Uniós forrásból. Sesták Oszkár a megyei közgyűlés elnöke egy nyíregyházi konferencián arról beszélt, hogy ehhez hasonlóan összetett turisztikai és környezetvédelmi projektekre is pályázhatnak a megyei önkormányzatok a terület és település fejlesztési operatív programban 2017 nyaráig. A rétközi tó megújult Kisvárda szomszédságában a közelmúltban. Egy nagy operatív programi támogatási felhívással végre használhatóvá tették a tavat a horgászturizmusra, és azt gondolom, hogy olyan kiegészítő elemeket tudunk mondjuk a turisztikai fejlesztés keretében megvalósítani, amik egy sétányt kialakítását, egy kilátó megépítését, egy olyan turisztikai vonzerőt jelentenek, ami hozzátesz a tó környezetéhez. A terület és település fejlesztési operatív programban, vagyis a TOP-ban rendelkezésre álló 89 milliárd forintos megyei forrás mellett elérhető fejlesztési forrás a vidékfejlesztési program 1300 milliárd forintos országos keretéből is. Lipők Sándor fejlesztési biztos a konferencián kiemelte, az új program előtérbe helyezi a kis és közepes vállalkozások, valamint a családi gazdaságok támogatását. A pályázati kiírások megjelentek a vidékfejlesztési programban. A vidékfejlesztési programnak a legfőbb üzenete, hogy a magyar kormánynak a birtokpolitikája abban nyilvánul meg, ugyebár, hogy a nagy üzemi gazdaságok helyett a kis és középvállalkozásokat, illetve a családi gazdaságokat helyezi ez a program előtérbe. Tehát azt jelenti, hogy ennek a forrásnak több mint 80%-át ők pályázhatják. És a vidékfejlesztési programon belül vannak olyan különleges prioritások, amelyre nagyobb hangsúly van fektetve. Gondolok itt arra, hogy 200 milliárd forint forrás áll rendelkezésre, itt az élelmiszeripari technológiai fejlesztésre, itt az emberi erőforrás hatékonyságának a javítására. A konferencián Rákosi Balázs, Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a TOP-ban mintegy 1230 milliárd forintnyi forrás áll a megyei önkormányzatok rendelkezésére, főként gazdaságfejlesztési célú beruházásokra. Ebből az 1230 milliárd forintból részesül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye több mint 89 milliárd forinttal, és több mint 26 milliárd forinttal pedig Nyíregyháza megyei jogú város. Ami miatt most aktuálisan a területfejlesztési operatív programról beszélünk, egyrészt maga a 14-20-as tervezési fejlesztési időszaknak a végrehajtása, tehát a 12 ezer milliárd forint felhasználása, az a tavalyi év folyamán kezdődött el nagy munkák és nagy előkészítő munkákat követően, viszont idén kezdődnek meg a településfejlesztési operatív program pályázati kiírásai, hiszen a kormányzati döntés keretében minden pályázatot szeretnénk 2017 nyaráig kiírni. Ennek keretében a TOP-ban rendelkezésre álló 1230 milliárd forintra is szeretnénk jövő év közepéig az összes pályázatot kiírni. Az államtitkár elmondta, 2015 év vége és 2016 márciusa között 30 pályázatot írtak ki, több mint 560 milliárd forint értékben. Az év hátralévő részében további 30 pályázat kiírása várható, amelyek keretében mintegy 1000 milliárd forint lesz elérhető a települési önkormányzatok számára.